Egyelőre Izraelben maradhat az olaszországi felvonó balesetet túlélő kisfiú, akit nagyapja engedély nélkül Izraelbe vitt, döntött egy Tel Avivi bíróság csütörtökön. A határozat szerint a kisfiúra anyai nagyszülei, valamint nagynénje közösen vigyáznak. Az olasz ügyészség és a nagynéni is gyermekrablásnak tekinti, hogy anyai nagyapja csaknem 2 héttel ezelőtt egy magánrepülőgépen Olaszországból Izraelbe vitte a fiút, a felette ideiglenesen felügyeletet gyakorló ott élő nagynénjétől. A 6 éves Eitan Biran május végén maradt árván, amikor vele és családjával lezuhant egy észak-olaszországi felvonó egyik fülkéje. A balesetben életét vesztette Eitan édesapja, édesanyja, kisöccse, édesanyjának nagyszülei, valamint 9 másik utas. Ez mindössze a kezdete annak a hosszú csatának, amely Eitan felügyeletéért zajlik, aki az egyetlen túlélője a Mottaronei drótkötélpályás balesetnek, mondja tudósítónk. A per annak a hosszú folyamatnak a kezdetét jelzi, amelynek során döntenek majd a 6 éves kisfiú jövőjéről. Az ügynek nagy hatása volt a kisfiú lelkiállapotára, és úgy tudni jelenleg pszichológiai, valamint orvosi segítséget kap egy Tel Aviv külvárosában található kórházban. 8 ottobre. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.